Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá ismételten az R-faktorral várunk benneteket a menedzserek ligájával. Itt van velem Petko. Így van, sziasztok! És a mai napon itt van velünk, mint segítő kommentátorként, Jackass! És menedzserként is, ugye azt is tegyük hozzá. Így van, bár nem az ő csoportjáról van szó, szóval szia Jackass! Így van. Közmunkás kommentátor vagyok, sziasztok! Na, először kezdjük azzal, hogy egy szokatlan helyszínen vagyunk, Szingapurban, ugyanis Petkónál pályát kellett cserélnünk, és ennek az indokáról szeretnénk nektek beszélni, ugyanis már vettünk fel korábban ugye ez most az A csoportnak a futama, és már vettük fel. A második fordulják, ugye a második futama. Így van, és ugye már vettük fel az ő helyszínén a futamot, viszont sajnos belestünk egy nagyon csúnya hibába. Ami már az a furcsa, hogy most úgy jön elő, hogy a B csoportban ugye lement az a futam komolyabb gond nélkül. Miközben itt is az A csoportban is az első futamon volt olyan történés, amire egyáltalán nem voltunk felkészülve. Tehát az történt, kétszer próbáltuk fölvenni az adást, illetve egy adásba sűrítettük be a kétszeres dolgot, ugyanis az első alkalommal az történt, rajt rendesen lement, aztán történt valamikor így a közepe tájéken egy olyan súlyos baleset, amelynek következtében behívták a safety car-t. Na most a safety car azt valami miatt nem teljesen működött úgy, ahogy akarta, és ennek következtében az történt, hogy az első helyen álló pilóta várta a safety car-t, ami nem jött ki. Tehát és kb. 10-el cammogtak a mezőny, ennek köszönhető. Igen, és egy másik nagyon érdekes probléma, hogy mindeközben akik meg bementek a box utcába, úgy hajtottak, mint az összfér. Tehát versenytempóban mentek tovább. Az a vízben. Igen, úgyhogy ez abszolút pályahiba. És ez eddig nem jött ki. Ez az érdekes benne. Igen, amikor privátban kipróbáltuk a versenypályákat. És aztán volt egy második rajt, ahol az utolsó körig mentünk el, amikor is ugyancsak bejött a safety car, és akkor mi volt? És ugye az történt, hogy elméletileg leintődött a futam, de gyakorlatban a verseny eredmény nem láthattuk kristálytisztán, mert egyszerűen össze-vissza ugrándozott, és bejött az SC, úgy, mint hogyha nem lett volna leintve a futam. Tehát úgy haladtam ezen jelesszé üzemmódba, ahogy áthalt a célvonalon. És emiatt ugye csak egy felvételből lehetett volna látni a végleges célba futás, vagy például azzal, hogy visszatekerjük, igaz, visszanézhetővé tehettük volna, de inkább nem vállaltuk ezt a fajta kín szenvedést, ezt a megoldást, úgyhogy ezért úgy döntöttünk, hogy Petko pályáját cseréljük. És a tartalékpályát vesszük elő, ugye? És e tekintetben viszont megint csak meggyűlt a bajunk, mert hogy Petko második pótpályájaként pedig egy ismert pályát, a szingapurit vett elő, de nem mindegy, hogy melyiket. Igen, mert ugye ez már az a fajta új fajta nyombona, amiben már ugye nincs az a hármasikán benne, hanem csak egy ugye balos törés van benne. És hát konkrétan egy Jackass kollégát kellett segítségünk ebből a szempontból, mert neki megvolt ez a fajta pályanyomvala, de valamire van tűve így a világhálón ez a fajta vonalvezetés. Nem Igen. tudjuk, hogy miért. Jó, hogy megőriztem még ezt is. Ja. Úgyhogy az a lényeg, hogy megvan a pálya, gyorsan átnéztük, tehát mentünk rajta egy 5 perces versenyt nagyjából, és nem voltak semmi komoly problémák. Egy aprócska hiba van, hogy a rajtnál kicsit így irrealisztikus módon mindenki levágja az első kanyar, de ilyen méretes nagyságban, tehát olyan, mint hogy a box utca felé mennének. Tehát olyan szintű levágások lesznek belőle, úgyhogy mi ezt nem fogjuk figyelemmel kísérni, ezeket a problémákat. Mint ahogy eddig egyikhez sem. Hát legalábbis komoly következményei még eddig nem voltak. Igen. Abban esetben lesznek, hogyha elfogadhatatlan dolog történik. Igen. De az majd csak utólag, ugye? Na és akkor ennyit így a pályatörténetéről, hogy miért kerül be Szingapur.
a versenynaptárunkba, tehát innentől kezdve tehát ami Petco pályája lesz, az majd Szingapúr lesz, tehát nem pedig ugye Macau, ami egy nagy szívfájdalom egyébként, mert így akkor egyel kevesebb utcai pálya, viszont egyel több klasszikus pálya. De ez is utcai amúgy, csak más értelemben utcai. Másabb, ez már a modernebb utcai pályák egyike. Igen. Na, beszéljünk egy kicsit a bajnokságról, ahogy ezt szoktuk ilyenkor. Így van, és közben akkor ugorjunk is át az időmérőről. Oké. Okay. Annyi történt, hogy mivel ugye kronológiaiak, ugye a második fordulóban megcseréltük ugye a két csoportnak a futamait az adásokba, ezért már tudjuk, hogy a második futama hogy alakult a B csoportnak. Hát ugye az történt, hogy a második futam mindenképpen Szolgabányt és Bence csapatának jött ki a legjobban, és ennek eredményeképpen az első helyen megnevetve... Stopp! Köszönjük, mert kettő van, basszus. Így. Ezt gyorsan javítjuk. Tehát ennek köszönhetően ugye Szolgabányt meg tudott egy bizonyos szinten lépni, de nem látványosan. Akkor valaki ugye, tudtuk, akit nem kellett volna. Igen, de ugye Bencének ugye ugyan tudta csökkenteni az előnyét, de viszont egy másik csapat a szemben viszont még jobban meg tudta növelni az előnyét. És ennek eredményeképpen ugye a Szolgabányi csapata vezet ugye most a pontversenyben 999 ponttal, tehát egy pont hiány 1000 pontnál tartanak. Na, pont ők tehát kellett. Tehát a második helyen az előző futam jó eredményeinek köszönhetően ugye Bence csapata lépett fel, 952 ponttal. Petkovi csapata ennek eredményeképpen a harmadik helyére esett vissza 924 ponttal. Gyekes csapata meg 906 ponttal megint csak a negyedik, mint ahogy az előző futamon is, ugye oda esett hátra. És az AI csapat még jobban leszakadt a mezőitől, 827 ponttal jelenleg tök utolsó a csoportba, a B csoportba. Az A csoport, mennek a hetedik futama, amely ugye a második forduló első futama volt. Így áll egy kicsit, jó? Hát igen, elnézést. Kikérdezzük a véleményét eddig. Erről igen. Annyit nem szeretnék mondani, annyit szeretnék hozzátenni már most, amit mondani fogsz, hogy még nincs eldöntve, mert az A csoportnak az eredménye is beleszámít. Így van. Tehát az A csoportnak első futama a második fordulóban úgy alakult, hogy Levi csapata ismételten vezet, tehát sikerült Attila csapata elé kerülni, igaz mindösszesen 11 ponttal, mivel Attila csapatának a futama nagyon szerencsétlenül alakult, és ennek eredményeképpen ugye elbukta az első pozíciót, de az első helyért vívott csata még továbbra is izgalmas maradt, mivel 11 pont mindösszesen a különbség. Viszont ugye a harmadik helyén is továbbra is izgalmas maradt a csata, hiszen a hetedik futam előtt ugye mindösszesen egy pont volt Borkó és Ricardo csapata között, tehát a Danemang és a Ricardo csapat között, és ez továbbra is izgalmas maradt, ugyanis a Borkóék csapata úgy áll a harmadik helyen, hogy 837 ponttal áll, míg Ricardoék csapata csak 834 pontja van, de ez még mindig csak 3 pontnyi különbség a harmadik helyén vívott csatába, és Szabados Tamás csapatának, az Alfa Taurinak meg továbbra is reménykednie kell abba, hogy a bizonyos csapatoktól tud pontokat rabolni, mind a mellett, hogy úgy, hogy a privát versenyzők is jelen vannak, ismételtem. Igen, igen, és ugye azt is mondjuk, hogy továbbra, és ugye azt is mondjuk el, hogy ugye itt már megtörtént az egyeztetés, hogy innentől kezdve ugye privát versenyzőknek is lesz külön pontversenye, amit figyelemmel kísérünk, és azt hiszem, hogyha minden igaz, akkor ez frissítve is van egyébként az Excel táblázatban nektek. Így van. És ugye az még ugye a úgymond a nyereménye ennek az egésznek, hogy az évvégi díjátadógán, ha lesz, akkor ugye ők meg lesz emlékezve. Továbbá ugye az évesenknek, hogy a következő évadában a sztárligák ugye lehetnek állandó résztvevői. Így van. No. Úgyhogy ezekkel az előéletekkel vágunk bele most már tényleg a versenybe, meg ilyen jó 10 percet ledumáltunk. Sorsolhatunk, igaz? Így van. Na nézzük akkor a végeredményt a sorslásnak. Na nézzük!
Hát, ha első helyről rajtolok. Hát ebből nem fogsz rajtolni, mert ti nem ebbe a csoportba vagy. Tudom. Szóval, Natalie Decker indul az első helyről, Újvári Máté a második helyről. Krumpinak nagyon bejött most a sorsolás. Falvin Barbara, Carlo Conti második sor, Keszthelyi VM, J.K. Rowling negyedik sor, bocsánat, harmadik sor, Adam Matt, Ónódi Molnár negyedik sor, Varrus és az első privát pilóta Kőbárita, Jackesnek ismerős név, talán neki drukkolhatsz most itt abban az adásban, ötödik sor, Horváth Charlie Kramer hatodik sor, Amati Pala hetedik sor, az első Ricardos csak és kizárólag a 9. sorba fog helyet kapni. Erdei Zoltán és Dani még... bocsánat, Zoltán Erika és még Dani Trejo, akit meg nem javítottunk ki. 8. sor. És csak most érkezik Justin Bieber Marco Rossival a 9. sorban. Aztán egy tiszta Ricardo 10. sor. Gerencsér Kis Norbert, bocsánat. És Verstappen Csolner 11. sor, és Szújó Zoli Dumaragu Simonnal a 12. Tehát itt említsük meg, hogy Szújó Zolinak most nem alakult túl jól a sorsolás, aki amúgy, Jack, ezt úgy képzeld el, hogy az előző futamot privát pilótaként megnyerte. Jó. És akkor nem sokára láthatjuk, hogy hogyan alakul a szingapúri forduló az A csoportba, és meg is indult. Nézzük akkor, hogy az élmezőny hogy indul el. Nata Idekkel úgy látszik, jól kapta el rajtot, Újvári Máté csatázik Palvi Barbival. És ez az, Palvi Barbi úgy néz ki, megelőzi Újvári Mátét, és még talán Keszthelyi Vivien is elmegy mellette. Még egyelőre nem dőlt el. És ugye, mint láthatják a kedves nézők, ugye villanyfényes körülmények között zajlik a futam most. Igen, hát ugye megszokhattuk erről a pályáról ugye ezt. Így van. Hát Keszthelyi Viviennek annyira nem jött össze a próbálkozás, sőt hátraesett ugye, és már Varrus támadja őt külső íven. Iká, Rowlingot látom, összeesett ő volt. Igen, és Varrus elrontott a nagyat! De sok pozíciót bukott a szegény Varrus. És Conti, meg Ónódi Monádóra is úgy néz ki, megelőzik Keszthelyi Vivien. Nektek is egy kicsit képesekben jelenik meg? Ben? Hát, hogy ilyen laggolva. Aj, kicsit lehet. Kicsit lehet, de nem olyan feltűnő. Igen, akkor majd közben kapcsoljuk vissza az élbolyra, mert úgy láttam, változás történt. Igen, Újvári Máté visszajött a második helyre. És Natalie Decker mögött jön. És ott van Adam Matt, aki így négyes bolyt alkotnak az élen. Igen. Majd legközelebb akkor a napfényessel megpróbáljuk egy kicsit kevésbé ugratóbbá csinálni ezt a dolgot. Lehetséges, hogy a fények miatt laggol egy pic. És nézzük! Közben nézzük, Újvári Máté próbálkozik Natalie Decker mellett, nézzük, hogy sikerül neki az előzés, úgy néz ki, igen. Bőven. Újvári Máté átvette a vezetést, és közben Adam Matt csatázik Palvin Barbival. Nagyon agresszív volt. És úgy néz ki, Adam Matt meg is előzi Palvin Barbarát. És mennek a lelátók alá. Így van. Lássuk, hogy Adam Mattnek lesz a lehetősége. Ó, és ott Keszthelyi Vivien került ilyen. És Edemet meg is előzi Natalie Deckert, miután elrontotta a féktávot. És Keszthelyi Vivient folyamatosan támadják. Ekkel nagyon lelassult valami. És Keszthelyi Vivien is amúgy, mert folyamatosan támadják őt. Ott van Rita. És Rita... Nagyon agresszívak, alig hagynak helyet egymásnak. Igen. Ebből csattanás lesz előbb-utóbb. És hármasata! Na ez már így durva így, hogy nem a rajtba vagyunk. Állj, megcsúszott, és így is megelőzte őket. Hát ez igen, kettőt is megelőzött levágva. Szerintem ezért viszont járna a Binti nálam. Hát amíg nem szerez le előnyt, mert ugye nem tudta végül megelőzni, addig belefér. Csak akkor nem fér bele, hogyha ezzel pozíciót nyer. Hát jobban jött ki neki a második kanyar, így ne? Biztos.
Igen, de pozíciót, még egyszer mondom, csak ezt nem nyert vele. Mert ugye visszaelőzte őt Kőbálit a végül. Barbie Barbie amúgy még jobban hátra esik. Már Cassie Vivian mögött van. És Zoltán Erikának de rosszul jött ki ez a jobbos. Túlzottan akarta azt a pozíciót, és ezzel feltorlasztotta a mező hátsó régióját. Négyen egy más mellett majd. Ja. De komoly. Nagyon agresszívak. Nagyon elférnek el a valósba. Ez a 75-ös eresség. Agresszió. Felvettem volna Maxra. És ott, nagyon komoly tülekedés volt ott, Palmi Barbie és Kálo Conti között, ha jól láttam. És ott van már Dekke is, aki szintén nagyon hátra esett, jól láttam csak ezt, hogy ő kezd hátra esni. Piki Rollingot nem látom, ő nagyon eltűnt. Ja, lehet, hogy nagyon elrontotta a rajtot. Harmadik sorból rajtom. Igen. Nézzük csak. Megyünk hátrébb akkor. Kramer, Danny, Varus, Hány... Ott van. És ott jön hátra, aha, nagyon csúnyán elszúrta rajtot. És már Fújó Zoli támadja őt, aki a leghátulról jött. Ez kérlek szépen 17. helyénél vagyunk. Ajaj, viszont Dubaragú Simon valami nagyon hátra esett, meg Pala is. Kapcsoljuk oda? Ja... Sokan hibázás. Aha. Akkor nem motorhiba. Csak tudod miért mondtam, hogy nézzünk hátra, mert nehogy motorhiba legyen. Igen. Mert ugye is az előző futamon is volt, ha jól emlékszem, 4 kieső? Így ugye? Jól emlékszem. Volt 4 kieső a motorhiba véget. Hát megnézheted, aki 0 pont az nem szerzett, illetve nem épp a célba. Igen. És tehát ezek voltak. Között volt ugye Palvin Barbie, aki nem szerzett pontot. J.K. Rowling, ugye akkor említettem, hogy Emma Watson után ugye J.K. Rowling is motorhiba miatt esett ki az utolsó körökbe. Igen, és Tóna Gyula is ez véget esett ki. 10.-9. hely környékén is nagyon gyepálják egymást. Akkor rosszul emlékeztem, csak 3-ban voltak. Akkor a mi csoportunkban voltak többen. Igen. Igen, 4-en. Mert ugye ott volt az, amikor az AI-ból 3-an is kiestek, és szegény csak 6 pontot szerzett. Így van, és ott valószínűleg megint nagyon rosszul jött ki, ha jól láttam az a kigyorsítás. Igen, és feltöbölődött ott a bigát, és kis Norbi belátványosat rontott. Azt láttad, Jack, ezt? Nagyon csúnyára rontott a kis Norbi azt a kanyar. Hát igen, ez az, amikor a kamionos nem ismeri annyira ezt a pályát. Valahogy a mandarin meg az abdói szokatlan valószínű neki. Ja. Ez a utcai pálya. Túl alacsony. Azaz. És Varusz közben Szújó Zoltán próbálja megelőzni. Aki tudom. Ugye elvítsük meg megint, hogy az utolsó sorból indult, ugye? Tudom. És J.K. Rowling is ott van abban a hármas csatában. Tudod, neki már a gumik, az ő szemszögéből a gumikerekek már az aszfalt alatt vannak. Ajjaj. Ő olyan, mint egy szomó. Előre. És vágva rosszul Charlie-val csatázik. Hát megelőzte. Nem figyel... Azt levágta megint. Igen, nem figyeljük ki ezeket a vonalakat, mert úgy látszik az AI-k itt úgy vannak beállítva, hogy azért ne tiszteljék ezeket a rázóköveket. Tehát itt sokkal nagyobb jobban agresszivita. Jön ki. Gazdagon használják. Jobban levédeni az előttelét. Sokkal jobban. Ez a vonal, tudod, az AI-knak is van vonalívjuk meg ilyesmi, és attól térnek el, és szerintem attól függ a leginkább az agresszió. Igen. És gyanítom. Közben hagyjuk itt a kamerákat, mert Amati próbálkozik Kramerre szemben. Nézzük, hogy sikerül erre ki. Nem próbálta meg. Na, így kéne. De szoros volt! Két keréken fönt volt! Nézzük, hogy Kramert meg tudja előzni külsőivel. Vagy Kramert kivédekezi a pozíciót. Úgy néz ki, kivédekezi a pozíciót, és jön Marco Rossi. Igen, ez annak köszönhető volt, hogy szegény Amatinak annál a résznél két kereke fönt volt. Igen. Feldobta őt a rázók. Igen, hát főzálkozott rájuk, ugye Horváth Csári és Varusz is. Így van.
És azt is említsük meg a nézőknek, itt a villanyfénynél jön elő, ugye emlékeztető mondjuk a kedves nézőknek, hogy mindegyik kocsinál ilyen szemellenző van, tehát azért nem látjátok a lámpafényét, mert ugye a legtöbb kocsinak ilyen szemellenzője van, ami persze ilyen reklámokat tartalmaz meg ilyesmi, és ezek most eltakarják a legtöbbnél a fényt. Pont a Máté egy kivétel, ahogy nézem. Nézzünk a mezőny elejére? Mi a helyet? Igen, nem akartam is javasolni, hogy... Ott már csata volt, vagy... Hát biztos van. És még most is van csata ott. Hűvári Kőbán Konti például, és Palvin. Aki éppen most jött ki neki rosszul ez a kigyorsítás, és Konti el is megy mellette, és még ott van Zoltán Érika is, mint veszélyfaktor. Hűvári vezet? Nem. Előttek még vannak ketten, viszont ott is van harc, mert... Edemmet és Keszthelyi Vivien vezet. Edemmet visszatért. Így látszik. Hogy előzte vissza. Igen. Edemmet vezet. Igen. És a Keszthelyi Vivien is meglepően előre került a második helyre. Mert még ott csatázgatott a mezőnye. Tehát az a meglepő, hogy ekkora különbség van. Tehát itt van igen. Egy kis üres járat. Ó, szegény Károgonti, ez most nagyon nem jött be. Áldosan fel kellett volna venni az agressziót. Nem, tényleg azért, hogy ő, aki hátulról jön, még agresszívabban vissza tudja jönni. Mert az abban egy szumó, egy szujó feljön valamennyit, de utána többiek is erőre kapnak, megint visszaesik után. Megint előz, megint vissza. Itt az elején is ugyanez van. Igen, és kőbeállítva viszont meglepően elépett a üldöző bojtó. Tehát ott tartja egyelőre a harmadik helyet privát pilótaként. És milyen csata hozott a háttérbe. Ha jól látom, negyedik helytől lefele? Igen. Puffi. Hatalmat. És közben azért nézzük, hogy hogy áll az eredményjelző, és mennyi perc van még. Még egy 10-es van. 15. Jézusom, ez is hosszú adás lesz. És amúgy eddig, ahogy a mezőnyben így megy a találós, ez még egyelőre még Attilának kedvezhet amúgy. Igen. Viszont a Máté viszont rontott most. És Dekker meg ott nagyon csatázgatnak. Megy ám ott a tülekedéshez erre. Igen. És meg Újvári Máté esett nagyon hátra. Azért azt is tegyük hozzá így a vonalvezetésben, a vonalvezetésében, hogy ez gondolom ez is Forma 1-es kocsira lett beállítva. Igen. Tehát azért ez kicsit lassabb erővel van ez a kocsi megálltva. De nem olyan lényegesen nagy különbsége. Igen. Ez meg Kramer továbbra is elől. Ennek a nagyon nagy poénak. Hát pontosabban a Dekker lelépett róluk. És ugye most ő által ennek a csoportnak az élére. Mert ugye Dekker el tudott lépni tőlük a előzés után. Most már Kramer van, aki ezt a bojt vezeti, nem sokáig, mert Marco Rossi, ez gyönyörű előzés, bár hozzáteszem, hogy megint egy kicsit a rázók belső oldalát kapta el. Igen, de viszont Kramer itt visszatámad, és vissza is előzi, ha jól látom. És majdnem sikerült neki. És aztán a Valrus fogja megelőzni őt. Valrus megelőzi, úgy nézem, Kramert, igen. Tehát Valrus azzal, hogy most így előre jött, az megint Attilának jó hír. Hiszen ugye a Edemmet ugye jelenleg az élbolyban harcol, míg Valrus ugye lassan csak már kezd főzálkozni a 5. pozíció fele. Kb. Most lehetünk fél időben. Hát Krutinál 12-ben mind a 4 versenyző benne van. Ujjaj, bunyót hallottam. Valakinek tört a kocsia. Hát legalábbis hátra eshetett szerintem a kontakt nyoma. Mindegy. Tehát egyelőre ez most nagyon-nagyon jól alakul Krumpli csapatának. Őt akartam őt mondta. Igen, ott nem, a Attilának. Attilának, mert ugye a Timer ugye áll jó pozícióba. Igen, a Timernek van a legjobb 4 pilótája a 12-ben, bocsánat.
Igen, azért mondom, hogy most ez nagyon Attilák játszódik, és valaki lelassult, Gelcsér Tibi vesztett két pozíciót. Majdnem sikerült neki két pozíciót veszteni, mert Palan végig nem tudta kihasználni a Gelcsér Tibi a rossz fejezkedését. Sebb káosz jól. Hát Szujó mindjárt garantálja itt, mert nagyon ott van a bolyba. És ha jól láttam, kettőt előzött, igen, megelőzte Palát és Ontit is. Igen, de most betűnően agresszív. Igen, és Szujó már lassacskál, Pala is elkezdte úgy látszik a hátsó lökhájtóját követni. Ugye hogy hátha tud egerészni pozíciókat. Láttad Palának, hogy be van horpadva az oldala? Az autó oldala? Igen. Igen, hát kapott hátuléről egy kis ütést, igen. És ugye például Pala például egy olyan ember lesz, akinek rögtön a következő futam miatt már megint verseny lesz. Mert ugye az átcsoportban lesz a következő két hét során. Valahol egyébként mi a helyzet? Még a csatornája? Csak hogy a nézőkét sikerül. Megy, persze. Tehát nem köszöntem a közönségtől. Még a nézők tudják követni őt. Persze. És ugye, ahogyha már Szujót is megemlítjük, abból ugye, amikor az adást forgatjuk, ugye nemrég jelent meg egy könyve, és ugye a könyvbemutató turnét csinál, ugye országosan. Ja. Hagyjon meg, én írtam neki, de nem írt vissza. Nyilván az adásban. De egyébként másra reagált, de Szujó volt. De amúgy Szujó sok sikert a könyvhez. Hát ez... Necces volt. És Pala, ez nagyon csúnyán rendet rakott ott. Jó, figyelni kellett az előzőnek, ha megkívánkozik. Az a baj, mindenki mit csinálja ezt a rázókövet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk tudni vizsgálni. Hát jó. Ja, meg Palának nagyon szerencsétlenül jött ki az a féktáv is. Tehát azért is tudta eltrafálni a Mátit szegény. Viszont egy kicsit előrébb mászok, mert szerintem ez a bolynak a hátsó fele, ezért. Abszolút, mert Kőbálita, hát tudod érték, hogy ki ugye erre még mindig a harmadik helyen van. És Edemmet meg Keszei Vivien egyelőre el van lépett, bár Keszei Vivient is lassan kezdik utolérni. Konkrétan Edemmetnek legalább egy jó 5-6 másodperces előnye lehet. Hát nagyjából, satt fel kb. És ott nekem meg is előzi, ha jól látom, Kőbálitát. Igen, megelőzte, és jön Palvi Barbi is utána. Igen, mert hogy nem lett jó a rázók, illetve nem volt jó. Igen, ezzel. És ezzel ugye Palvi Barbi feljött a negyedik helyre. Így van. És ez megint Attilának jó hír. Ugye? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit fog választani. Ugye te listádat már tudjuk, meg aki mondta még Levi. Igen, hogy a folytatásban milyen versenyző kvartette tervezi a folytatást, igen. És még fontosabb, hogy merre fele, mert hogyha jók az emlékeim, akkor ti nálatok, mindjárt mondom. Hát a brigád fele kicserélődött. Nálunk a brigád fele kicserélődött. Igen, mert ugye te ugye a DNS-t kidobtad, helyette viszont te fogsz indulni, úgyhogy az egy óriási dolog lesz. És tehát majdnem visszatérek újból, igen. Mert ugye az első fordulóban is volt, hogy szerepeltem két futam erejéig. Viszont sajnos nem fogok arról informálódni, hogy milyen két futam fog következni mindkét csoportban. Ezt mindjárt meg tudom neked pontosan mondani, egy fél pillanat. Megy egy kis csata, mert hogy Rossi, nem, mert hogy Keszei Vivien utolértedekkel, sőt még meg is előztedekkel. Ugye a futam után, hogy az A csoport majd Long Beachbe és Nürburgringre fog látogatni, míg a B csoport majd a következőkben Eszpunk képaráta és Barcelonába fog ellátogatni. Tehát a következő futam a B-nek lesz a fiktív pálya, amely... A finn pálya, ugye? Igen, mert... És az lesz a másik ilyen nagyon lottós pálya, úgyhogy arra nagyon kíváncsi leszek. Semmiük nem lesz... És közben Kőbálita még tovább csatázik Keszei Vivien, mert ugye Keszei Vivien hátra esett, és most már nem ő a második. Hanem most már csak ötödik, hogyha Rita is megtalálja őt. És nagyon szépen megtalálta őt. Igen. Tehát Keszei ilyen váltanul visszalassult. És ez ennek eredményeképpen most Palvin Barbara szerezte meg a második helyet, és mivel azt jelenti, hogy Attila 1-2, igen. Így van.
És ez azért is jó, mert ők ketten a Levivel szoríthatják meg Szolga Bálintot, én azt gondolom. Hát, hogyha az összetettet nézzük. Így van, az összetett pontszámokat. Tehát ezért mondom Jackassnek, hogy azért ez még nagyon nincs eldöntve. Mert ugye a pontokat azokat viszik magukkal a körről körre. Így van. Tehát ez olyan, mint a NASCAR is, hogy csak annyi különbsége, hogy a NASCAR-ban ott fix pontszámokat visznek magukkal. Nem pedig ugye aktuális pontszámokat. Na, viszont Decker, Kőbán, illetve Keszthelyi Vivien ha mindjárt odaérkezik, bár Rossi is hamarosan odaérkezik ebbe a brigádba, úgyhogy ez is egy jó kis meccs lehet, de egyelőre Kőbán és Decker, az szép, csak nem a jó ív. Igen, hát ügyesen védekezett most ebbe a kanyar kombinációba Decker, csak vigyáznia kell. Mert Kőbán itt áll neki is, mert ott van, ott terem mindjárt Vivien, egyből. Már meg is érkezett. Nézzük. Rita. És Kőbán Rita. Megvan. Ja, megvan neki a pozíció. Igen, az a rázókő az azért van. És ennek lennéjeképpen Keszthelyi Vivien is meg tudott érkezni. Igen. Egy kanyar alatt két helyvesztés. Most már csillapodnak a kedélyek. Igen, és ugye Edemet még tovább is vezet 4 másodperccel Palvin Barbival szemben. Tartalékolják a erejéket a véghajrára. Igen. Igen, és azért ne felejtjük el, hogy mostanság kezdődnek a motor problémák, tehát megint jön a kártyahúzás, kinél van motor gondja. Feltéve, hogyha most nem bírja ki valamelyiknek a versenymotorja. Négyen! Igen, megjött Marco Rossi is, és Kőbán Rita lett ennek a kárvalottja, mert ugyanis most 3-an is elmennek egyszerre mellette. De nagyon csúnyán jött ki neki a kigyorsítás. Marco Rossi most már Decker támadja. Ho, szép! És meg is előzi ebbe a balosba. És... De viszont a másik kanyarszakasz viszont Deckernek jött ki jobban, és így Marco Rossi mégsem tudta megelőzni Deckert. Tehát újra kezdheti a próbálkozást. És Barbi most már kezdhet figyelni átra, mert most már utod ért a négyes boly. Hármas. Már négyes, mert ott van Rossi is, tudod? A Palvin Barbi benne van ebben a négyesben akkor. Igen. Akkor... Ugye Eden Matt jó kora vezetés. Továbbra is. Igen, Jászlén. Palvin Barbi második hely, bár mondjuk azért kicsit közelebbet vannak, mint az imént voltak egy pár ötszerzőt, tehát ez még nem biztos, hogy behúzza Adam Matt. Ha gyors sprint lesz, vagy nagyon elkényelmeskedi Adam, akkor ebből baj lehet. Közben a háttérben ott van egy csata. A négyes mögött. Igen, ott van. Ónodi és Korba. Igen. Hát azért mondtam, hogy négyes, mindjárt ötös lesz belőle, hogyha ezek utolérik egymást. Hát az már hatos lesz így akkor. Ja. Na viszont Decker csatázik Balvin Barbival. És megvan. Úgyhogy Attila 1-3, de azért még ez ettől sem bánkódik, azt gondolom. Igen. Szóval nagyon lecsúszott abba a kanyarívbe. Ajjaj, ez meg gyekeztek a mikrofonja volt. Ez gyönyör volt. Érsz négy gyekesz? Csak már behallottad a mikrofonot. Egyébként eszembe jutott, hogy motorhiba. Hát most más időpontban vagyunk, lehet, hogy kevesebb lesz, mert ugye lehet, hogy az a baj, hogy felforrósodnak a motorok. Hát azért időjárás tekintve itt is lehet, elő tud fordulni az. Hát azt azért beláttad. És Keszthelyi Vivien megelőzi Palvin Barbit. Tehát amikor rámész az eredménylistára, akkor mutatja, hogy hány fok van a pályán. És Kőbán Ritájékat utolérte Szujó Zoltán és Újvári Máté is. Igen, már megyek is oda. És Szujó Zoltán már elment Kőbán Rita mellette, és most Újvári Máté próbálkozik elmenni mellette. Ami úgy néz ki, még nem dőlt el, de úgy néz ki, ez a féktáb jobban jön ki neki, így van.
És jön Gelcsétével is megelőzni. De nagyon sokat csúszik vissza. De azt nagyon elrontotta. Azt nagyon csúgyá elrontotta, és ezt Verstappen is kihasználja. Ha minden igaz. Így van, Gencsi Tímának nem, hogy előzött volna egyet, hanem visszaesett. Előrébb megyünk, mert van itt egy másik hármas csata. És közben Kramer támadja a Palvin Balvit. Hát... Nézzük. Ebbe a vasba. És? Ajjaj. Most már 4-es. Sőt, most már 5-ös. Tartja a siugró egyelőre a dolgokat. És szerintem és Kramer... ez már... jó, Palvin. És van még egy körünk, ha minden igaz. Hát minimum, annyi minimum, igen. És Szujó támadja most Kramert, nézzük, hogy sikerül-e neki előrébb jönnie. Igen, szerintem a kedves nézőknek, hogy amúgy az utolsó sorból indult Szujó Zoltán, és innen egerészte fő magát. És. Hát igen, hát ez az a messze volt, messze volt. Igen, messze volt. Barátapot. Kettesben jobban rá tud ennek köszönhetően tapadni, figyeld meg, hogy ez akarulj neki. Itt az egyenesben jóval jobban gyorsítva. Igen, csak ezt nem tudod kijavítani, vagy ugye ez pálya. Hát mondjuk ráesik mindjárt Palvin Balvi is. Ja. Érdekes lesz az égtáv, hogy... Közben nézzük meg, hogy az élmezőimben is, hogy hogyan áll a helyzet. De mert hogy látjuk, hogy itt is, hogy zajlik a dolog. És vonaldi mónál meg kezdve, hogy ilyen között is van. Ettől féltem, hogy Edemmet bizony utolérhető. És Marco Rossi még nekkel is utolérte. Na ez ebből akkor még izgulhat Attila itt a végén. Mégse lesz annyira sima ez a győzelem. Igen. Ettől féltem, hogy bizony utolérés van. Ellustálkodta Edemmet. A dolgot. Utolsó kanyarok, szerintem. Igen, lejárt az óra, úgyhogy utolsó kanyarok. De ez a másik szektor vége, ugye? Azt is említsük meg a kedves nézőknek. Igen, igen. Már a harmadik szektor. Egyelőre semmi, de itt lehetőség lehet. Annyira közel van, hogy bármikor támadhat igazából Dekker. Főleg, hogyha Edemmet még jobban rámegy a rázókörre. Ez viszont nem biztos, hogy jól sikerült mind a kettőjüknek. Nézzük ezt. Nem. Jön. Tudja szinte a pályáról. Igen, 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 de végig van hát a kanyar. Meglátjuk, hogy sikerül neki helyezkednie. Kivédekezi? Nincsen. Lássuk, utolsó méterek, kivédekezi vajon? Úgy néz ki. Hoppá, közben kezdte ilyen megelőzte Rossit. Igen, és így. És megvan a harmadik hely, kezdte ilyennek Dekker a második. És két Danevánkos már Rossi és Onodi Molnár a negyedik, ötödik helyen. Úgyhogy végül is lehet, hogy a Danevánknak lett ez a legjobb. Aztán Szujó Zoli a utolsó helyek környékéről bejött a hatodik helyre, Újvári Máté kommentáltatása. És említjük meg, hogy Edemmet végül kivédekezte a csatározást, és megnyerte a futamot Attila csapata számára. Aztán még egy Danevengos, Kramer a nyolcadik, Gerencsér Tíme a kilencedik, Balvin Barbara a tizedik, hát így viszont már nem annyira Attilája a dolog. Hát 11. Pala, 12. Kőbán Rita, 13. Verstappen, 14. Bieber. Azért Ricardoék szépen mentettek, mert emlékszem honnan rajtoltak. Igen. Tehát ahhoz képest azért ez mentés volt a javából. 15. Zorner, 16. Varrus csak, 17. Horváth Csári, Carlo Conti 18, 4. privát pilóta Zoltán Erika most 19. lett, Dani Trejo 10. Danevángos, Duma Ragu Simon 21. Amati 22. a Harry Potter könyv szerzője 23. és végül is lett egy kiesőn, kis Norbinak elromlott a motorja. Igen. De egy pontot még osztunk J.K. Rowlingnak, hiszen végigment, és talán az egyik olyan futamoknak az egyike, bár ő is füstöl itt a végére, tehát egyik olyan futamoknak az egyike, ahol csak egyetlen kiesünk volt. Így van. Na, izgalmas volt ez a verseny.
És hogy említjük meg, hogy az előző futamos szenvedést követően Attila versenyzői közül ugye Edelmet legalább hozta a győzelmet. Igen, csak kérdés, hogy átveszi a vezetést, de szerintem nem. Hát Krumpli csapatából kettő is top 10-be végeztek. Viszont 18-20 a másik kettő. Igaz, hogy 16-22 Attilának a másik kettője. Inkább inkább olyan 1-2 pont különbséget hozott magán. És a végére, igen, és a végére ugye azt észrevetted, hogy ott hiányzott egy kerék. Varusznál hiányzott egy kerék, és nem is fog tovább menni. Oda néz. Ha, oda csapta. Igen, úgyhogy jókor még időben ment végig a verseny. Na, úgyhogy innen folytatjuk a következő adásba az A helyett a B csoport következő futamjával, és azért azt elmondom, hogy a privát pilóták nagy részével, hiszen itt most nagyjából mindenki cserélni fogja a csoportját, az, hogy még ki fog itt maradni a B-ben, azt majd meglátjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm Csekesznek a részvételt, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!